17. bajnoki címét csöpörte be a Kaposvár férfi röplodott csapata soraiban a veterán Dávid Zoltán, akinek korábbi klubtársa az azóta már légióskodó Gergye Roland társaságában válogatott kerettagként az elbéselejtezők következnek. A férfi a 2001-ben jutottak ki utoljára. Hát a két éljátékos következik most itt nálunk. Jó reggelt kívánok! Jó számára. reggelt! Zoli, kezdjük ott, hogy 35 évesen bajnoki cím megint a Kaposvárról, Demeter György meghív a válogatottba. Hát ekkora sikeres számodra Hát, és mit üzen a fiataloknak? Fiataloknak mit üzen? Hát igazából az a, az itt a legnagyobb probléma, hogy, hogy kevés az idős játékos, mondjuk akit be lehetne hívni a, a válogatottba, de természetesen mikor Demeter György megkérte engem, akkor én ezt elvállaltam, és hát természetesen hogyha tudom segíteni a fiatalok munkáját, és, és hallgatnak rám bármibe, akkor ez, akkor ez előrelépés lehet szerintem mindenkinek. Akkor a fiatal keretbe kell a rutin, az a lényeg, igaz? Mindenféleképpen, csak az e a baj, hogy szerintem még, még több kéne, egy-két-három idősebb játékos. És ők hol vannak? Na ez az, ők az, nincsenek, az? hát ez ők abban, te. E, amikor egyébként 17 éves voltál, akkor ugye a Friedrichshafen, hogy róli előző klubjára utaljunk hívott, és azt mondtad, hogy akkor el kellett volna menned. Igen, belestem egy olyan hibába, amikor fiatalon általában idekötik a úgymond a tehetségesebb játékosokat, és én aláírtam egy 3 plusz két éves szerződést, és ugye így a Németország így nem akart engem kivásárolni, mert hát nyilván nem kerültem volna olcsókba, viszont mindig is egy olyan csapat volt, akik a fiatal tehetségeket toborozták és vitték. Tehát, hogyha, ma, mai már, akkor hogyha mai fejjel már. Ha mai fejjel vagy egy, annak élet, lett volna mellettem egy olyan idősebb játékos, aki mm. azt mondja, hogy ne, hogy csak egy évet írjunk el, akkor nyilván másképp. Igaza van Zolinak, szóval annál jobb iskola nincs egy fiatalnak? Nincsen szerintem. Az, az, az edzőre az igazolás, ugye a ez az egy nagyon-nagyon jó edző. Ő, ő tanít. Szóval ugye a kinti csapatok általában egy olyan játékos visznek ki, akinek már játszani kell. Szóval nem tanítják, hanem azt, amit tud, azt kell ott megmutatni ott Friedrich Száfenben viszont a fiatalokat a Mokuleszko azt tanítja röplabdázni, úgyhogy mindenképpen az a legjobb hely szerintem, ahová el lehet jutni Tehát az, az, az edző miatt. Na most akkor neked ez jó döntés volt, miért váltottál? Nekem nagyon jó döntés volt, én a második évem után azért váltottam ott, mert a végén lesérültem, egy két hónapon volt, amikor szinte edzeni se tudtam, úszni jártam, megrehabilitáltam, É, és utána már nem volt ugyanaz, a, ugyanaz a, a, az edzővel az a kapcsolatom, mert ugye már nem tudtam semmit játszani, és hát muszáj volt váltanom, ezt beszéltem meg a menedzseremmel is, meg, meg én is úgy éreztem, hogy most váltani kell. Te ott a hasonlóban sérülés, a hosszabb sérülés miatt igen, eljötti, az is eljöttél az játszott azért ott. Igen. Az új helyen mennyire vagy elégedett? Nagyon-nagyon jó volt nekem, ott Franciaországban nagyon erős volt a bajnokság, ott, ott, 12 csapat, ott 12 olyan csapat van, akik pármikor egymással harcolni tudnak, szóval az, el, az utolsó elveri az elsőt, arról van szó, úgyhogy nekem egy nagyon jó döntés volt szerintem, hogy oda elmentem. Na most hát nálunk ez nem így van, mert a Kaposvár elég régóta alkodó Van ott is ugye már a szövetségi kapitány Demeter György személyében, ha már itt beszéltünk komoly edzőkről, hát egy szintén egy mondhatjuk azt, hogy ilyen hazai fejedelem. Mi az oka ennek, hogy, hogy egyszerűen nem tudnak túlságosan rátok közelíteni? Mármint, hogy a röplabdának nincsen nagy hírneve itt Magyarországon. Nem, hanem, hogy mert... a vetétások nem nem, 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 tudnak megfogni. Az a baj, hogy, hogy Magyarországon Úgymond nagyon kevés a, a jó játékos. Akik, akik fiatalon már ügyesebbek, ugye azok megnyílt előttük annak idején egy kapu, hogy ki lehet menni külföldre, őket egyből elviszik ilyen 17-18 évesen Pádár Krisztián vagy akár a Roli. És a másik legnagyobb probléma az, hogy, hogy annyi anyagi vonzata sincs, hogy mondjuk külföldi játékosokat hozzon. Mert annak idején 10 éve minden Igen. csapatban voltak külföldi Igen. játékosok. És amellett meg voltak jó magyar játékosok. És mivel nincs színvonal, ugye ez, ezáltal így háttér, háttérben hát marad. Tehát is azért kell imádkozni, hogy, hogy a barcikaiak, a kecskemétiek minél erősebb klubot építsenek. nem Jelen pillanat, jelen pillanat. Szóval minél jobbak legyenek a riválisok. Igen, az? Az, lenne a leges legjobb. Na most, hát ugye a magyar valóság ugye ott van, ahol van, éppen ezért a Kaposvár innen kiemelkedik ilyeténképpen légiósok, magyar játékosok, nézzük az esélyeket az elbéselejtezőn. Hát az elbés szerintem az első körben mindenképp reális esélyünk van a továbbjutásra, de én mindig mondom, amikor engem megkérdeznek a válogatottról, hogy nekünk mindenképp szükségünk lenne egy Euroligára, ahol egész nyáron tudunk játszani, mert nekünk mérkőzések kellenek, mert az, hogy edzünk együtt, az is nagyon fontos természetesen, de tehát egy almarégiak az kevés. Így van, persze, uh -huh. hát az három mérkőzésről uh -huh. beszélünk, és utána már egy rejtezőre megyünk, amíg egy Euroliga, nem is tudom most pontosan, hogy három mérkőzés, de hát egész nyáron együtt van a csapat és, és tud készülni. Hát utána, utána azért más lenne az eredmény a dolgoknak, ugye. Szerintem én mindig ezt mondom, hogy nekünk mérkőzések kellenek. Utána uh -huh. Tehát ezt a csapatot, így van. Így van, így így van de el jelenleg is úgy gondolom, hogy azért az első körben mindenképpen van reális esélyünk továbbjutni. Sőt, mit több azt mondjuk, hogy mindenképpen továbbjutás az első helyen? Hát ez azért is sportról beszélünk, de é, így, van, így uh -huh. van. Azt kellene. Na hát aztán szeptemberben jön majd a következő forduló. Na ott, ott mennyire tud ez a csapat majd helytállni, mennyire lesz erős egy szintet lépve, majd mit gondoltok? Szerintem inkább várjuk meg ezt az első sort. nem, ne, ne, ne előre. Igen, nem persze, nem menjünk előre, aztán majd utána már Te lehet, lehet, lehet másik, gondolkodni. Ott már más szintű csapatok vannak azért a második fordulóba. Ott Oda, oda kéne már az a meccs rúzni, amit amiről az hát előző. Az, az, az pont arra jön neki, tehát hogyha most itt Igen. Együtt tudna maradni az a gárda egész nyárig, akkor oda, oda pont jó lenne szerintem a formédőzítés. Mm -hmm. Mert az, hogy egy ilyen selejtezőre összön 14-16 olyan játékos, akik 10 hónapon keresztül máshol játszottak, azért két-három hét alatt nehéz ezt... ezt. Hát ez, mi, mi, az, amit ilyenkor ez idő alatt el tudtatok, el tudtok végezni igazából? Amit, csak lehet, szóval edzünk napi kettőt elég Hát ez keménye. igazából az egy gyorsított olyan, felvétel, ugye, olyan, hogy, hogy, összehozza hát igen, ilyen, ilyen, ilyenkor jön ki az, hogy, hogy hiány van itt a rutinos játékosokból, mert ugye a fiatalok azok mind fizikálisan erősek, jók, akarnak, megy jó, Csak össze kéne rakni az egész taktikát, csak rakni két olyan emberrel, aki néha ugye visszafogja a és nem engedi, hogy szétszaladjon a ménes. Bocsás, csak... akkor itt arról beszélünk, hogy például láttuk a Dusebaja férfi kézzel válgatot, na, behozott rengeteg fiatalt, de nem volt elég ideje, tehát ugyanerről erről hogy? hogy a fiatal játékosnak többi. Hogy a fiatalok mert... elég hullámzóan tudnak játszani, ezért kéne egy-két rutinosabb játékos, akiknek megvan egy adott szintje, ami alá nem megy, és, és tudják hozni azt a szintet, és segítik a úgymond a fiatalokat, mert, mert anélkül nehéz, de most jelenleg csak a... Az, van. Hát most itt hát most itt az a, az a legfontosabb tulajdonképpen, hogy türelmesek legyünk egymással. Tehát azt mindenkinek tudni kell, hogy aki a pályán van, nyilván azért van, hogy nyerni akar. Most, hogyha belecsúsznak, kisebb hibák már pedig belefognak, akkor nem az kell, hogy egymás fejének esünk, vagy letépjük egymás fejét, hanem ott tényleg ott, ott nyugalom kell, hogy, hogy tovább tudjunk ebből lépni, megépíteni. Tulajdonképpen neked egy kicsit az is a szerepet akkor, hogy meghosszabbított karja vagy a mesternek? Hát persze biztos valamilyen szinten egy idősebb játékos mindig kell, meg hát ugye mindenki ismeri a fiatalokat, meg a mostani generációt, van, aki elfogadja, amit mond az ember, valaki meg meg se hallgatja, tehát nem egyszerű. Nem egyszerű? Nem, nagyon nem. Ezért kéne több idősebb játékosa, hogy ne csak egyre háruljon ez a szerep. Na most Demeter kapitány azt nyilatkozta, hogy ez idén keményebb dolgotok lesz, mint tavaly, ilyenkor is mindenkinek félre kell tenni az amatőr dolgait, hogyha azt kapizsgálom, hogy mit értett ez alatt a mester, akkor lehet, hogy most a Zoli utóbbi megjegyzéseit, tehát aztra utalhatott, nem, hogy, hogy hát ilyenkor koncentrálni kell, és nem ismerjük, szóval Persze. Sok, sok fiatal hajlamos, ugye elkalandozik, a telefonját. Igazából a kényeskedésre, szerintem azt akart a itt a, mester kizárni, hogy azt, tehát, nincs hogy ne, ne meg egymással, hanem tényleg tegyük a dolgunkat, mindenki mindenkire, és tehát itt tényleg félre kell tenni ezzel a két-három hét alatt Akkor ilyen intenzitású felkészülés, akkor nincs idő nincs nyafogni, idő, mesél, milyen csúnyán szóltak hozzá, és gondolnak róla. persze, mert ugye mindig közelebb van ez a serejtező, ugye mindenki feszültebb lesz ezáltal, úgyhogy lesz neki minél kifakadások. és persze, mindenki fárad jobban, egyre ingerlékenyebb mindenki, úgyhogy... Na most azt nézzük meg így a vége felé, hogy szerintetek ennek a csapatnak, ha minden jól megy a felkészüléssel, akkor meg ezzel az Alba akkor mi lehet igazából a, a, az ereje meg az erőssége? Hogyha megnézzük az adottságokat, láttuk, hogy mi, mi a helyzet, kevés rutinos játékos, de hogyha egy, játék játéktudással meg, hogy mit kellene megvalósítani. Hát most jelenleg mi csak arról beszéltünk, hogy tovább jutunk ugye az első fordulóból, egyelőre itt megálltunk, hogy utána mi lenne, mit, mit tudunk elérni, az majd utána derül ki szerintem, hogy utána megkapjuk azt a lehetőséget, hogy többet edzünk, többet legyünk együtt, ami már elég régóta nem adatott meg, tavaly volt ugyanez a két hetünk, volt egy Alba Régia Kupa és ennyi, szóval ott, ott vége is volt, mert tavaly is, hogyha indulunk Euróligába, akkor megint egész nyáron együtt van a társaság és megint más ez a két hét, ami most van, hogyha előző évben van nekünk, az az egész, nyá, egész nyári felkészülés most ráadásul ti magatokon kívül kis ilyen női válogatottal is versenyeztek most már, mint hogy mindenki nulláról indul, támogatások, szóval, hogy milyen lesz a presztízse a, 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 férfi csapatnak, hogy fogod a figyelni rá a szövetség, milyen lehetőségeket ad, van egy van. ilyen jellegű része is? A Biztos, hogy van, mert ugye a női válogatott ez az Euróliga szereplésével most ők magasra tették a mérzést. nem mondott el is, hogy Euróliga. De hát ők is ugye most van nagyon sok jó játékos, aki kijátszik külföldön, van egy edzői stáb, aki összetartja őket, összefogja őket és a test. Tehát most, hogyha azt nézzük a, a mi csapatunkat, itt is, amit mondtam az előbb is, hogy fiatalok, magas mindenki, erősek, fizikálisan sem semmi probléma. Csak hát ugye itt, itt arra kéne idő, meg most jelen pillanat meccs hiányban van mindenki, tehát itt a nyáron azért le kéne játszani jó pár meccset ahhoz, hogy, hogy ebből építkezzen. És náluk is ugyanúgy volt, hogy Euróligában nem is tudom hány éve indulnak, szóval három vagy négy éve, nem is, már nem tudom pontosan, de, de nekik is szükségük éve. volt erre, hogy, hogy tudjanak meccseket játszani előtte. Ők se tudták volna ezt meg, megcsinálni, hogyha nem kapják meg a lehetőséget arra, hogy hogy mérkőzéseket játszanak és fejlődjenek és együtt legyenek. Na most miután fiatal, magas, erős csapat, ha minden jól, milyen lehet ennek a válogatottnak a karaktere? Hát mindenképpen mi szerintem támadó jellegű játékot ha. játszunk, szóval technikailag is helyt tudunk állni mindenkivel, de azért mi inkább ezt a, ezt a támadó jellegű, jellegű röplablát játszunk szerintem. Emlékeztet a helyzetetek a magyar labdarúgó válogatottra, amikor elindult esélyeket, illetve hogy vajon kijut -e az Európa bajnokságra? Hát hogy ne, nálunk is most az van, hogy nem le, nem, nem, nincs egyszerű dolgunk, így van. Igen, mert mindig, amikor... De ugye... nem lehetetlen. Nem nem. Nem, nem. nem. nem, nem, De az, az tényleg az kell, hogy, meccs meccs hátán, és minél többet együtt Olyan. lenni. Ez. Tehát itt, 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 az a legfontosabb. Mert ugye edzésen nem, fogjuk, me, nem fogja megszerezni senki a rutint. Nem Tehát ez csak, akkor, csak, akkor, fogja, hogy. Ez a... nem lehet elvére jutni. Nem. Onnan nem. Urak. Csak meccsekkel. Hajrá. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.